Július elején adták át a 36-34-es felújított utat Tisza-Eszlár és Bashalom közelében. Ez a szakasz a korszerűsítés előtt szinte járhatatlan volt, az ott élők évek óta várták az út korszerűsítését. Ehhez, illetve 12 másik szakasz újra aszfaltozásához a megyében a Magyar Falu program biztosította a forrást, több mint 5 milliárd forintot. Szintén hazai forrásból a kiemelt társadalmi igények program keretében újult meg, és vált biztonságosabbá Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljáró a Magyar Közút ZRT kivitelezésében. Itt tartószerkezet cserére került sor, és a felújítás az úgy került kivitelezésre, hogy most már alkalmas a híd mindkét oldalon a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átvezetésére is. Ennek a fejlesztésnek a költsége az közel 1,8 milliárd forint volt. Szintén kiemelt társadalmi igények program keretén belül Máté Szalkán a 49-es és 471-es utak csomópontjában épülhetett meg egy új közlekedés biztonsági szempontból sokkal korszerűbb körforgalmi csomópont. Itt a kivitelező 1 km szalagkorlátot helyezett ki, a vízelvezető rendszer 110 méter hosszan került kiburkolásra, illetve az új csomópontnak megfelelő jelzésképek, táblajelzésképek is kijelzésre kerültek. Egy másik ponton már épül Máté Szalka második körforgalma. Ezt a 471-es és a Zöldfa utca kereszteződésében valósítják meg Európai Uniós forrásból. Itt várhatóan október közepén fejeződnek be a munkálatok. Ehhez a körforgalomhoz csatlakozik a Zöldfa utcának a felújítása is, nem csak a felújítása, hanem a kiszélesítése is, hiszen itt mindkét oldalon kerékpársáv kerül majd kialakításra. A Zöldfa utca átvezet egy vasúti átjárón, a vasúti átjáró szélesítését is elvégeztük, hiszen ezzel válik teljesen biztonságosá a kerékpársávról a kerékpárosok átvezetése. A Zöldfa utcához kapcsolódóan egészen a MÁV felvételi épületéig a Seregély utca is felújításra kerül. Ennek a fejlesztésnek az értéke 1 milliárd 158 millió forint. Óvári László hozzátette, jövőre folytatódnak a fejlesztések, több nagyforgalmú főút felújítása tervezés alatt van. A hazai finanszírozású programok mellett 2023-ban már a TOP Plus is forrást biztosít a beruházások megvalósításához.